Üdvözlök mindenkit, ez itt a Futbalkárcón, és a mai nap Bajnokok Ligája matricázni fogunk, hiszen lassan vége a Bajnokok Ligájának, héten lesz majd Európa Ligás döntő. De most mégis előveszük ezt a bl hiszen vannak még ilyen érdekességek. Kettő darab kártyát, illetve matricát keres mindenki, Sterling, illetve Halland párosát. Ez a külföldi starter pakban megtalálható, Limitált verziós ilyen mecsatak kártya, matrica, amiről ugye le lehet szedni. Ugye megnézzük, miről van szó. Tehát ez egy ilyen külföldi német starterpak. Nagyon kellemetlen, hogy emiatt kell belemenni német rendelésbe. Én Magyarországon így ilyet nem láttam, és nem is értem, hogy miért van itt fixen ebbe belerakva. Sehogy máshogy nem tudjátok megszerezni, csak így. Úgyhogy uh, én ennek örülök, hogy van erre lehetőségem, csak úgy összességében megszomorul, hogy így kell ennek. Uh, Elműködnie. Na mindegy, nézzük meg, ez a starter pak, illetve lesz majd nyereményjáték, hiszen van rengeteg multipakkom, illetve nekem nem kell belőle az album, hiszen van saját albumom, amiben szeretném beletenni, csak muszáj vele nyitni, hiszen itt tudom megszerezni ezt a Sterling Haaland kártyát. Úgyhogy nektek is, hát ilyen IB esetleg, vagy Topsnak a, a, német webshopjából a starter pak rendelése tudjátok ezt megoldani. Itt nagyon jól fóliázva, bontsuk ki, ugye nem lehet belelátni, de leírják, hogy mi van benne. Tehát van benne bónusz, kis bontatlan csomag, meg maga az album, hibátlan, szép állapotban. Ott vannak a dolgok, itt van maga a matricás album, nagyon-nagyon szépen néz ki, egyébként kezdő matricákkal ráadásul, teljesen király, jó üres live matrica a közepés, a végén is ezt mindenféleképpen megnyerhetitek. Úgyhogy ez egy, ez egy ilyen király kis cucc, hogyha valaki még nem kezdte el, vagy valami barátjának szeretné adni, aki hát még annyira nem gyűjtögette, vagy ilyesmi, akkor itt a lehetőség, és persze nem csak így üres egy albumot fog kisorsolni, hanem hozzá tartozó multipekeket, de ezt mindjárt megnézzük majd, hogy mégis pontosan hogyan lesz. Oké, okay, tehát itt az egyik 10 matricás pak, a fúlia alatt, pedig a másik nem egy ilyen óriási nagy starter csomag, mindösszesen kettő darab bontatlan csomagot találunk, illetve ami még fontosabb, az pedig a fóliázott pak sterling illetve Hálándal a végén, úgyhogy ez bontom is. Ez kerül be az albumban, nagyon jól néznek ki egyébként ezek a Mechatax Limited matricás kártyás megoldások, úgyhogy nyissuk is ki, nézzük meg, megkeresem, és akkor bedobjuk az albumba. Sajnos még vannak hiányzóim, tehát egyáltalán nincsen fullan az album. Oké, okay, itt is vagyunk az album közepénél, tehát Limited S1, S2-vel kell beragasztani, de oda is van írva a játékosok neve, Sterlinget már húzom is le, nagyon óvatosan kell leszedni, és akkor utána szépen be lehet ragasztani. Mind a matrica ragad, benne van, és mind a kártya is teljesen hibátlan állapotú marad, hogyha jó húzod le, nem lesz ragacsos, szépen benne van és ahogy mondtam, itt semmilyen rossz felület nem lesz, teljesen kényelmes marad, nem maródik bele, és még csillog is a pontszám a Sterling kártyán. Jöjjön a Haaland, a nagyágyú, aki ugye a Citybe igazolt, ő S2-es számozással van itt az albumon belül, őt is berakom a helyére, teljesen jól bemegy, úgy szépen állapogatom, és akkor itt teljesen jó lesz. Tehát oldalanként négy limited edition matrica van, az egyik Störning, Halán, Modric, Sancho, Alexander, Goretzka, Kjellini, és itt írja egyébként alul, hogy a S1, S2 exkluzív csak az album starterban van benne, amit nem értek, úgyhogy a többieket, Donnarumát is meg tudjátok szerezni simán multipakból, fémdobozból, de ezeket nem, ezt a kettőt, amit mondtam. Jó, nézzük meg a kártyásat, hiszen oda való a kártya, azzal is teljes lesz az én szettem karácsonyi minden van itt, viszont itt annak ezek a Mechatax Limited kártyák, meg a Pro Elite Shield lapok is. Nagyon jól néznek ki, kicsit már fullom van az albumom egyébként, úgyhogy még ez a pár darab ide befér. Itt is nagyon-nagyon szépen néznek ki az albumba, úgyhogy nem véletlenszerű sorrendben egy elpakolgattam őket, de akkor dobjuk is be ezt Sterling Haalandot, hiszen egészen király pazarul passzolnak ide, középre jön a Haaland, és akkor alulra pedig berakjuk a störlinges kártyát, tökéletesen illeszkedik, olyan, mint egy sima mecsatax kártya, nagyon jól néz így ki, oda még kettő Pro Elite Shield jöhet simán, mert még abból is van hiányzó, úgyhogy maradt egy kis hely neki. Oké, okay, album az megvan, nézzük már akkor ezt a kettő bontatlan matrica csomagot, hiszen 10 darab matrica ezekben is van, nézzük akkor az elsőt, itt van egy Robert Lewandowski, hátsát matrica, alatta pedig egy Koke, Signature-ös Captain, majd utána egy berlini döntős matrica. Van itt egy Innocent, egy Balanta, ez pedig egy Luka madrid madridi döntő. Itt van nekünk egy Sivard, illetve egy Erokin. Ezek a játékosok, illetve döntős matricák jöttek. Következő csomag, ugyanúgy nagy matrica, az elején a Rodrigo Rising Star. Sporting logó, másik csillogós. Froiler, majd egy Sancho, egy Renato Sánchez, Névrokon, Gármás, van itt nekünk egy Lamella, egy Andrés Silva, Lipcséből, Dodó, sektár, Malcolm, Zenit, utolsó, hogy orosz csapatnak a matricáját gyűjthetjük, bajnokok ligájú szerintem nem fognak megegyezni egyébként. Na, oké, okay, vannak még multipakok, tehát ennyiből nem tért véget még itt ez a bontogatás. Szeretnénk megnézni egy sima multipakot, az ez, öt csomag, kettő ilyen nagyobb kártyamatrica szerűség, illetve egy nyolc pakkos multipak. Ez a mega multipak árban is van eltérés, ez is én külföldi cucc egyébként. Tehát az egyik 5 euró, a másik 8 euró, úgyhogy árban is komoly eltérés van. Ahogy nézzük, miről van szó. Rengeteg csomag van benne. Iszonyat sok bontatlan csomag. Hogy Nagyon fullos. Az figyeljétek, de durván 80 matrica azért az mennyiség. Ezt is szeretném bedobni a sorsolásba, hiszen szóval erre nekem már így nincsen szükségem, úgyhogy ezt oldalra teszem. Jó, um, ezt is kibontom. Ebből is szeretném a pakokat kibontogatni, hogy az albumomat tudjam ezzel is búsztolni. És akkor egybe kibontjuk azt a sok csomag matricát, hogyha kiszenvedtem. Minden megvan? Igen. Jó, na nézzük. Itt is van egy ilyen pakli. Ebbe Trent Alexander, Arnold és Bayern münchenes Goretzka van, tehát különböző már négy darabod így meg lesz, aki megnyeri persze a pakkot. Ez azért elég király szerintem, úgyhogy oldalra rakjuk. Ezeket akkor én kibontom, és utána pedig beszélünk majd a nyereményjátékról. Van itt nekünk egy hátset, szébecsú majd utána egy Fernandinho, Captain Matrica, Sesnyi, Kai Walker, egy Pena, egy Stadion Dinamos, majd Delaney, egy Haidara, egy Döntő, Bécsi Döntő, és egy Melkom, hát ő már sajnos volt. Jön a következő, van itt nekünk egy Ferrantorres, még Citybe, majd egy Villareal logó, egy Maninovski, majd egy Rafael Varane, egy Gribic Ritz ú stadion, Real Madrid stadion lesz, majd utána Werkhorst, illetve Okafor és egy Gregorios kapus a seriftől. Remélem, hogy tényleg tudok majd sokat betenni az albumba, bár ha így duplák jönnek, Lewandowski az rém kellemetlen. Mario Gaspar, majd utána egy Rabio, a John Stones bajnokok ligájás, ilyen kis címer Sirota, majd egy Rakitic, egy Klosterman, illetve ez pedig Márlos és egy Kuzaev. Jön a következő, jó lenne egy magyar nyitni, mekkora király lenne egy szoboszlai. Aj, de kellemetlen Rodrigo, dupla, 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 dupla. Egymás egy ilyen hátán, Lillogó. Atlétikos stadion Henderson, Dahlin, majd utána Vezli, egy kurta, majd egy Steffen, illetve egy Capaldo és egy Radelnics sheriff játékos. Következő pakli. Na végre nem egy dupla hatchet, Sesco. Van itt nekünk egy Fonte, Zsózé Fonte, Captain Matricen kis digitális aláírással, Dybala, Ederson kapus, Lilnek a stadionja, majd egy Szobol, megint csak stadion, nagyon jól néz ki. Szoboszlai Dominik. Az kutya itt, de komoly. Iszmáli, illetve egy kárdifi döntő. Szoboszlai Dominikunk. Dezsír. Na, ezt szerettem volna, hogy jöjjön egy magyar. Jött is. Ott van Szoboszlai. De örülök neki. Vannak ugye a lipcse miatt azért Gulácsi és Vili Orbán és Rising Star. Gulácsi! Hát a szoboszlai megérdemelte, gulácsi ketté matricája meg pláne megérdemli. Kettő darab csillogós, Milan stadion, Trent Alexander Arnold, majd utána. Van itt nekünk Salzburg, Élia, egy Torgen Hazard, megint csak stadion matrica, illetve egy Icardia végére. Fú, jönnek, jönnek a nagyon jó matricák. Nagyon-nagyon örülök egyébként. Hatchet, Sevilla logo, majd utána egy Neres, van itt nekünk Saul, van egy Skiniar, Stadion besiktásra adásul, egy Kimich, Joshua Kimich, alatt a Milán döntő, Paco Alcacer, illetve egy Everton, összeragadnak néha ezek a kis maticek, úgyhogy nem árt vele vigyázni. Vitau, oldalra rakjuk, van itt nekünk egy Jesus Navas, Real Madrid stadion, majd egy Ellison kapus, egy római döntő, illetve egy Antonio, következő egy Glasgow döntő matrica Guerrero, Fedda, illetve egy Neymar, nem kis emberkék. Fogynak a pakkok, még egy Willi Orbán hiányzik, és utána megvan a teljes magyar sor, Lipcse logó, az se rossz mondjuk, egy isztambuli döntő, majd utána Timo Werner, Barella, egy uh, Ersin, kapus, besiktás, majd utána egy De Jong, egy Alfonso Davis, egy Koklen, illetve itt pedig egy stadion matrica. Fú, jó sok minden van itt, hát ö, majd a Európa Liga döntő alatt szerintem ezeket beragazgatom. Szeretek meccs közben egyébként. Van feelingje. Zuba. Van itt nekünk egy Harry Maguire csillogós, ő is egy Ácsi Milán aréna, kicsit sötét. Majd egy Zsoé Gomez, egy Salzburg stadion, majd egy Spielman, egy Kimmich, egy Paco Alcácer, hát vannak duplák, Paco is dupla volt. Jöjjön a következő, Rising Star Timber, majd Sevilla logó, az is dupla, Neres is dupla, Lukaku, Skinner dupla, Moszkvai döntő, Milánói döntő, Guerrero, Feddel, Rengeteg, rengeteg. Ez nagyon kellemetlen, mert több mint 500 matrica van ebbe a sorozatba, és mégis jönnek a duplák. Tolák, hátsát, Jesus Navas. Aj, de kellemetlen, ott van, az is dupla. Real Madrid, az is, Timo Werner is, Martinez, majd egy Gezza, van egy Felipénk, egy Capuie, illetve egy Jeremcsuk, itt legalább voltak más matricák, utolsó pak, itt tényleg rá kell állnom a cserélgetésre, mert ez már idén kellemetlen. Elnesri FC Porto logo, Neres harmadszor, Saul másodszor, Skinner harmadszor, Besiktás másodszor, Kimi harmadszor, Paco Elkeszer harmadszor, és Everton másodszor, mindegyik duplábblapakból. Kellemetlen, nagyon-nagyon rossz ez így, úgyhogy nem is bontom ki. Ennek örülünk, amit nyitottunk, és akkor szeretnék rátérni a nyereményjátékra. Ugye, ahogy mondtam, a bontatlan albumot, a teljesen zsírúj albumot szeretném kisorsolni köztetek, és ehhez szeretnék egy kis boostot adni. Odaadom a kettő bontatlan kártyás matricás megoldást, ez is azért egész jó szerintem, hiszen kettő különböző van, tehát azok nem duplák. Illetve van még itt még egy bontatlan multipak, én már ezeket követő, egy ennyi duplát valami harmadszor ilyen már, én más nem szeretném kibontani, hanem akkor ezt is szeretném odaadni az album belé. És mivel, hogy ennyi dupla jött, egészen elképesztő mennyiség, ezért szeretnék az én duplányból szállítani egy ilyen kis pakkot, ilyen kis vaskos csomagot, hogy tényleg azért meg legyen búztolva az albumot, be tudod majd ragasztani, a szépen külön csomagolva adom. Tehát, bontatlan album, multipak, ez a fóliázott tasak, kártyamatricával, illetve egy általam összeállított ilyen duplás csomag. Ez így a kezdőszed a Bajnokok Ligája a matricás kezdőszed, amit meg fog nyerni egy ember. Postakölcséget is természetesen vállalom. Menjünk át gépre, megmutatom, hogy miket kell csinálni az, hogy jelentkezhess. Oké, okay, itt vagyunk a nyereményjáték oldalán. Top a Bajnokok Ligája 2021-22-es nyereményjáték, ahol ugye azért nem értem be, hogy matricás, mert hogy matricát, illetve kártyát is nyerhettek, ugye mint mondtam, az a limitált kártyás matricás, amiről lehúzott, tehát abból is a kettő bontatlant is bedobtam. Vegyük sorra még egyszer. Kapod az albumot, aki megnyeri ugye, a multipakkot, által az én dupláimból összerakott szett, egy vastag szett, ami tud kezden gyűjtés meg pluszba, illetve a kettő darab UEFA bajnokok limitált kártyás matricás kis fóliázott pakli, Természetesen, ahogy itt írom, postaköltséget én fizetem, ezzel neked nem kell foglalkozni, nyerni kell, és onnantól ingyen van minden. Amit viszont csinálni kell? Cetlitket ér, összesen 10 cetlit lehet összegyűjteni. Most a vasárnapig, majd beállítom, hogy most vasárnapig szóljon a nyereményjáték. Tehát akkor lesz majd hétfőn a sorsolás, a vasárnap éjfélkor pedig a lezárás. Tehát a vasárnap éjfélig, tudtok, jelentkezni nézzük dátum formában, ez 22. május 22-ig tudtok jelentkezni éjfélig, 23-án délelőtt sorsolás, ezt ki fogom tenni ugye Instára, Facebookra, meg Youtube-ra, illetve a nyertest e-mailben értesítem, ezért is fontos, hogy jó e-mail címet adjatok itt meg. Na nézzük akkor, miket kell csinálni. A legtöbb cetlit a Youtube éri, valószínűleg, ha ezt látod, ezt a videót fel vagy iratkozod, de ha nem, akkor mindenféleképpen tedd meg, legyél feliratkozva ide a csatornára, a Futbalkárcunk csatornára, már több mint 40 ezeren vagyunk, óriási ez a szám, de legyünk akkor még többen, és hát természetesen igyekszem minél több új videót kirakni minden nap, úgyhogy ez 5 ötletlétére ezéri a legtöbbet. Majd utána a Facebook oldal, futballkárcunos a Facebook oldalnak a lájkolás ide is, ha kint van új videó, kirakom, illetve hát képeket, kis videókat is szoktam megosztani, ami Youtube-on nincsen fenn, úgyhogy itt is már több mint 2000-en vagyunk. Ez ér kettő darab cetlit, ez éri a legkevesebbet. Utána jön az Instagram egyel több három cetliért cserébe. Ez pedig így néz ki, ez telefonon is elérhető, ott is be tudtok követni, ugye értelemszerűen ide a legjobb képeket szoktam, meg volt a 40 ezer feliratkozó, raktam fel képet, itt is Minecraftos display doboz bontás, új hírek, top class bontás, szóval itt is szoktak lenni izgalmas dolgok, illetve értesülhet story formában az új videókról, úgyhogy ide is nyomj egy követést, és akkor így szerezheted meg az összesen 10 darab cetlit, ami szerintem nem kevés, ennyiszer kerülsz be a kalapba, és egyetlen egy embert fogok kisorsolni, aki ezt a nagy, Topsz bajnokok ligás matrica pakot még így a zárás előtt ö, megnyerheti. Azért mondom, hogy zárás már lassan döntő, aztán utána majd nem lehet kapni, tehát még nyárig tudjuk gyűjtegetni ezt, szerintem még júniusban is, és akkor utána már vége lesz, de ezzel, na ezzel el tudod kezdeni, ezzel a szettel szerintem, amit én fogok adni neked, ha megnyered. Köszönöm, hogy itt voltatok, legközelebb találkozunk, addig is, sziasztok!